Sziasztok! Kijöttem ide a hintaágyra, de megígérem, hogy próbálok egy helyben maradni és megállni azt, hogy nem lököm magam. De imádok hintaágyban ülni, meg feküdni, meg tespedni, meg enni. Na mindegy, a mai videóban nem a hintaágyról fogok beszélni, hanem összeszedtem azokat a dolgokat, amik így pszichésen fájdalmasok. Gyakorlatilag nekem az egész életem során, mármint evéssel és fogyással és túlsúllyal kapcsolatban, de én szerintem nem egyedül vagyok ebben a cipőben, vagy nem egyedül járok ebben a cipőben, úgyhogy hát ha végighallgattátok, akkor várom a kommenteket, hogy erősítsetek meg, hogy ti is hasonló gondokkal küzdötök, és nem vagyok egyedül. Én szerintem azok az emberek, akik mondjuk gyerekkorukban is túlsúlyosak voltak, vagy mondjuk tinédzser koruktól fogva küzdenek azzal, hogy nincsenek megelégedve magukkal, szerintem ők mind végig mennek ezeken a lelki tusákon, nap mint nap, esténként, vagy edzés közben, vagy étkezés közben, amikkel én is szenvedek. Egyébként én legszívesebben mindenki mellé kirendelnék egy pszichológust, mert szerintem nincs olyan ember, akinek nem tenne jót az, hogy így kibeszélheti magából a lelki problémáit, vagy mondjuk persze gyerekkortól kezdve felírnám receptre a pszichológust, mert én szerintem ez teljesen igaz, hogy mondjuk akinek gyerekkorában imád enni és falni, és imádja az ételeket, biztos, hogy, vagy én magamból kiindulva, szóval biztos van valami, ami miatt az ételhez fordulunk, vagy az a boldogság hormon nekünk kell, vagy nem is hormon, mert nem hormon, az érzet, ami ugye akkor jön, amikor megeszed azt az isteni finom csokoládét, vagy megeszed azt a tésztát, vagy beleharapsz a kedvenc szendvicsedbe. Tehát ez szerintem gyerekkorunkból is jön. Szerencsések szerintem azok, akik mondjuk legalább a tini korukig, vagy akár felnőtt korukig mondjuk nyurgavékonyak voltak gyerekkorukban. Hát én nem voltam, tehát én, bár most visszanézve a gyerekkori képeket, mondták a lányaim, hogy jaj, anya, miért mondod, hogy te kövér gyerek voltál, amikor nem is voltál. Visszanézve egyébként tényleg nem voltam olyan extrán kövér, hát olyan kis húsi voltam, sose voltam vékony, volt úgy combom, hasam, de úgy, tehát én mindig ilyen kövérnek éreztem magam. Én mai napig emlékszem arra a boldogságra, amikor tudom, a nagymamámnál lehetett csokit enni, otthon sose volt csoki, de mondjuk otthon is reggel a cukros kakaót ittuk, és nem tudom, gyerekek, nem tudom ezeket a nyeléseket kivágni a videóból, mikor beszélek ezekről a kajákról. Na mindegy. Szóval emlékszem, amikor a nagymamám csinált ilyen kikevert tojást, tojássárgáját cukorral, tehát hogy ezek nekem olyan boldogságot adtak, persze biztos kompenzáltam mást, ami mondjuk a gyerekkoromban sanyarúbb volt, de hogy én imádtam így enni, tehát én nekem az egy örömforrás volt. És azok is ugye nehéz helyzetben vannak, vagy azoknak is ugye nehéz a dolguk felnőttként, akik mondjuk gyerekkorukban vékonyak voltak, több ilyen esetem is van, vagy ismerősi körben is egyébként, meg a diétázók között is, akik mondjuk gyerekkorukban tök vékonyak voltak, és igazából nem faltak, meg nem ettek, de azt tettek, amit akartak, annyit, amennyit akartak, és ugye 30 plusz, vagy 40 plusz évesen jött el az, hogy hozzászoktak ahhoz, hogy hát ők vékony gyerekek voltak, ehettek akár mennyit, amikor csak akartak, és most meg ugye úristen, oda kell figyelni. Szóval én szerintem, leszámítva azokat, akik örök életükben vékonyak voltak, vagy vékonyak, azokon kívül szerintem mindenki küzd ezekkel a pszichés démonokkal, így a kaja meg mozgás ügyben. Na de miről is beszélek? Tehát én például, de szerintem sokan vagyunk így, esténként, amikor ugye nem diétázom, hanem normálisan eszem, vagy inkább úgy mondom, nem is normálisan, hanem inkább amikor bűnözök, akkor tehát mondjuk egy ilyen húsvéti kajálás után esténként úgy fekszem le az ágyba, hogy hát ez borzalmas volt. Tehát, hogy komolyan, most miért kellett megennem azt a kalácsot, vagy most miért kellett befalnom azt a húsvéti nyuszit, miért kellett leharapnom a nyúlfejét, vagy ha Istenem, ma se futottam, és akár ez nem igaz, hogy ennyire szerencsétlen vagyok. Tehát
esténként jön ez a, mikor lecsukod a szemed, nálam jön ez a, az ostorozás, tehát, hogy ilyen szar vagyok, és megint nem csináltam a diétát, és, vagy mondjuk elkezdtem, és megint nem tudtam befejezni. Vagy mondjuk emlékszem, hogy milliószor volt ez, hogy még nekiálltam valamilyen nagyon szigorú diétának, nem ennek a fehérje diétának, amivel lefolytam, mert igazából nem éheztem, de egy csomószor csináltam ilyen 600 kalóriás diétát, meg 10 napos diéta, meg minden ilyen hülyeséget, és emlékszem, hogy olyan hamar feladtam, és akkor ilyenkor jön este ez az érzés, hogy milyen, mennyire béna vagyok, és mennyire gáz vagyok, na de majd holnaptól. És akkor este mindig ilyen hős vagyok, vagy hősök vagyunk, hogy akkor igen, holnap reggel fölkelek, és szuperul fogok enni, és mozogni fogok, és mindent betartok, és nagyon fasz a csaj leszek, és akkor este mindig úgy fekszem le, hogy fú, megfogadok mindent, és egy hős leszek, és akkor utána eljön a reggel, amikor ugye kiürül a gyomrunkból ugye az a kaja, amit bűnös módon betoltunk előző nap, és akkor hát már úgy kezdődik a reggel, hogy hát jó, most még tulajdonképpen reggel van, de hát azért igazából akkor most pont belefér ez a kis műzlike gyümölcse banánnal, vagy az a szendvics, vagy az a croissant, és akkor megint kezdődik ez a körforgás előről, akkor már betoltam reggel azt a szendvicset, akkor már úgyis mindegy, szar ez az egész nap, de majd úgyis holnaptól elkezdem, most ma még egy kicsit eszem. Tehát, hogy ez egy ilyen örökös, ilyen démoni körforgás, ezzel a bűnösnek érzem magam, de majd holnaptól csinálom, bezabáltam, de majd holnap nem fogok, de mégis bezabáltam, akkor hétfőtől nem fogok. Szóval, hogy egy ilyen körbe így belekerülünk. Na most... Hát ebben nekem körülbelül 40 év tapasztalatom van, hogy ez milyen borzalmas, és most egyébként úgy vagyok vele, hogy az egy annyira jó érzés, amikor ráállsz erre a normális kajálásra. Tehát, és tényleg mondjuk jó, tehát a diéta alatt persze ott megvan adva, hogy mit egyél, de amikor már túl vagy a diétán, és elérted a súlyodat, és a megtartó szakaszban is, ez egy annyira jó érzés, hogy megtanulod azt, hogy például én reggel, nem reggelizek ilyen nagy, bőséges reggelit. Tudom, hogy egészséges a zab, meg a gyümölcs, de én ezektől hízom. Tehát én például reggelire megiszom egy ilyen hatalmas adag láttét, tehát egy Nescafé-val vagy espresszóval kezdem, és akkor fölöntöm egy nagy hatalmas adag vaníliaséker, rá egy kis fahéj, és nekem az a hatalmas bögre, látta, az olyan szinten kielégíti így az éhség érzetemet reggel, hogy egyáltalán nincs arra szüksége a szervezetemnek, hogy én szendvicset egyek, vagy zabkását gyümölcsel. Persze kívánom, vagy hát igazából most már nem kívánom, de persze, ha a gyerek mellettem eszi a csokis zabkását banánnal, akkor a legszésőbben én is befalnám az egészet, vagy amikor látok ott egy... most nyeltem egyet, amit nem fogok kivágni, mikor látok ott egy ilyen fölbontott kekszes dobozt, akkor persze, hogy így reggel is már enném, de itt jön ez az önuralom, hogy ha megbírod állni, hogy csak akkor edjél, hogy a éhes vagy, tehát hogy reggel elégedjél meg azzal a hatalmas bögre láttéval, akkor utána annyira jó lesz este is hősnek érezni magadat, és nem azért leszel hős, mert megfogadod, hogy majd holnaptól te nagyon jól csinálod, hanem azért, mert azt mondod este, hogy ma is megcsináltam, és ma is betartom. És ha diétázol, ma is egyel kevesebbet mutat az a mérleg, vagy ha a megtartó szakaszban vagy már elérted a súlyodat, akkor azt mondod, hogy és ma sem híztam. Tehát ez egy annyira jó dolog erre ráállni, hogy én azt nem tudom nektek elmondani. És például ebbe az online anyagba egyébként, amit feltöltöttem a weblapra, majd belinkelem nektek a videó alá, tehát ebbe például én készítettem egy olyan eszközt, ez gyakorlatilag egy A4-es lap ki kell nyomtatni, amin így tudod pipálni a smiley-t vagy a szomorkodó fejet, hogy a napokon, főleg ugye a diéta elején, hogy megünnepeld ezeket a napokat, amikor kipipáltad, hogy te igen, jól csináltad és betartottad és meg tudtad tartani azt a célt, amit vagy azt a napi feladatot, amit kitűztél magad elé. Szóval az egyik ilyen pszichológiai dolog szerintem ez a körforgás, vagy ez az önostorozás, tehát hogy szarul eszem, utálom magam, megfogadom,
mégsem sikerül, szarul leszem, utálom magam, de megfogadom, de mégsem sikerül. Tehát, hogy ez az örökös körforgás, ez a démoni, ördögi kör, ez az egyik ilyen pszichés dolog, ami én szerintem nagyon megkeseríti a mindennapi életünket. A másik dolog, ami pedig szintén ehhez kapcsolódik, ez pedig ugye az önuralom gyakorlása. Tehát én szerintem ez a legnehezebb az egész diétában, hogy az agyaddal át tudj állni arra, hogy most önuralmat gyakorolok, és nem fogok belenni abba a cukros, lisztes akármibe, ami éppen ott van előttem. Persze ez ugye a karantén ideje alatt ez könnyű, hogy az embernek nincsenek otthon ilyen mindenféle bűnös dolgai, ha csak ugye valaki a családból nem szerez be ilyet, vagy nem kapunk húsvétre ajándékba, de nagyon nehéz azt megállni, hogy mondjuk a gyereknek csinálom a rántott húsit, és akkor én mondjuk ne faljak be a rántott húsiból 3 szeletet. Egy fél szeletet megeszem, és akkor meg salátával eszem, nem krumplival, de akkor önuralmat gyakoroltam, és azt mondom, hogy oké, megveregettem a vállamat, hogy akkor ez most sikerült. Szerintetek elkezdtek füvet nyírni a szomszédban? Na mindegy, a nagy részét már úgyis elmondtam a mondani valómnak, remélem, hogy halljátok. Tehát azzal akarlak bíztatni benneteket ebben a videóban, hogy én is ugyanazokkal a problémákkal küzdök, mint ti, és hogy ráálltok egy normális, először diétára, aztán az étrendre, akkor megszűnnek ezek a problémák. Az önuralom gyakorlása az marad persze, de az, hogy bűnösnek érezd magad, hogy állandóan küzdj azzal, hogy újra kezded a diétát, hogy újra próbálsz jól étkezni, ez totálisan meg fog szűnni. Úgyhogy, hát ha még halljátok, amit mondok, akkor tartsatok ki, vagy bízzatok magatokban, és higgyétek el, hogy ha ráálltok erre a normális táplálkozásra, vagy először a diétára, aztán a normális táplálkozásra, akkor megszűnnek ezek az ördögi dolgok, és esténként nem bűnösnek, meg szarcsajnak fogod magad érezni, vagy pasinak ugye, hanem azt fogod érezni, hogy tök szuper vagyok, mert ma is megcsináltam. Úgyhogy tartsatok ki, nézzétek meg a sikersztorikat a weblapon, meg nézzétek vissza a fotókat a lötyögő karika gyűrűről, meg az övről, amit a nadrágban be lehet egyel szűkebbre állítani, mert ezek az igazi motiváló dolgok. Gyertek legközelebb is, és írjátok meg kommentben, hogyha nektek is vannak ilyen démonjaitok, mert én szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok! Thank you.